Sziasztok, én Csabesz vagyok, és elérkeztem egy újabb videóval. Egy héten egyszer lesz videó, ha kivéve szünetekkor, már akkor lehet, hogy két naponta fognak jönni, hogyha lesz ilyen hosszabb szünet. Ma érdekes videót hoztam, mivel kérdésekre fogok válaszolni. Mivel még most is telefonnal videózok, ezért lapra vannak összeírva a kérdések, szóval igen, és egy nagyon fontos dolgot el szeretnék mondani, mivel hogy már a csatornának van új, nem is volt eddig, van Instagram oldala, ezért a leírásban, de az előző videómban is megnézhetitek a leírásban, mert azt hiszem oda is leraktam. Még nagyon szegénykes, de majd töltök fel rá képeket, és próbálok rajta aktív lenni, szóval ja, kövessétek be. A mostani videóban kedvenc színem, szóval kérdésekre fogok válaszolni. Mi a kedvenc színem és miért? A sötétkék, a fekete és a piros. Hogy miért, azt nem tudom, nekem ezek a színek jönnek be. Ugye a hangulatomhoz illenek. Mi a legfontosabb neked egy emberben, mi legyen meg benne, hogy barátok legyetek? Hát igazság szerint mostanában úgy nagyon nem szoktam barátkozni, így interneten meg főleg nem. Amíg most van nekem négy barátom össz-vissza, aki nagyon jó, és tényleg megbízhatok benne, szinte már családtagok, szóval én úgy nagyon nem is akarok tőlük mást, mert őket szeretem. Szóval a Viki, meg a Betty, meg még ugye a Petra, meg Dani. Szóval, ja, ők így. Vannak még barátaim, szóval úgy, akikkel beszélek, de nem mindennapos, szóval. Meg lehet, hogy számítatok rá, de azért nem szoktam őket ezzel fárasztani kínom pajával, mert igen. Mi a legnagyobb félelmem? Hát ez kötődik egy sztori amúgy, de ha akarjátok, hogy ezt jobban elmondjam egy storytime-ba, akkor nyomjatok egy like-ot, és akkor elmondom. Én a borzoktól félek. Nem attól az amerikai bűzös borztól, hanem ettől, ami itt van Magyarországon, ez a nagy állat, vaddisznószerűség. Nem vaddisznó, de borz. Szóval, ja. Ja, meg egy barát vagy családtag elvesztés, úgy azt szerintem mindenkiben megvan. Mi a legjobb, legkedvesebb emléked, amire mindig szeretsz visszagondolni, hát... Micsoda? Nem értettem, jó! Olvasni még tanulok egyenlőre, meg beszélni is. De egyébként, mikor megismerkedtem Bettyékkel, meg a nagymamámmal, vagyis a dén nagymamámmal, mikor nem tudom hányatokban van meg az a játék, hogy foci, mi? Fakanál foci. Van egy kis labda, és van kettő fakanál, és ugye az egyik nagymamámnál volt az egyik fakanál, a másik nálam, és így ütöttük egymásnak az udvaron, és ez a fakanál foci. És volt nekik ilyen kis puli kutyájuk, az meg mindig rohangált a labda után, szóval ez nagyon tetszett nekem is. Ja, erre szeretek visszagondolni. Meg ugye az egész vele töltött időre. Igen. Énekeltél-e már videóban? Igen, sajnos, nagy hiba volt. Jól éreztük magunkat. Mikor pisiltél be utoljára? Ez a csatornán a második videóban benne szerepelt Bettyvel. Kiskoromba, vagy 9-11 évesen, mikor nagyon beteg voltam, és akkor, ja. Lefeküdtem-e már valakivel? Nem, és egyelőre nem is szeretnék, mivel most felvételi előtt állok, meg most amúgy se nagyon van, aki tetszik, meg eddig se. Hát eddig voltak, de amúgy, ja, nem. Kivel volt az első csókom? Óvodában volt Zsófival, azt hiszem. Ja.
mit nézek meg először egy lányom? A haját, a körmét és az arcát. Nekem ezek azért nagyon fontosak, mivel ez erről sok minden kiderül egy lányról. Szóval, hogyha a képeket nézegetem, akkor nem szeretem azt egy lányon, hogyha mindent kidob magáról, hogy kilátszik ez, kilátszik az. Az meg, hogy sminkeli magát, az szerintem éppen elég egy 15-16 éves lánynak, hogy kihúzza a szemét, a szemöldökét, meg még a rúzs, az még úgy esetleg, de hogy alapozza magát, az. Olyanokon megértem, akik, mit tudom én, az a bőrbetegsége van esetleg még, de hogy olyan lány, akinek még baba arca van, és az alapozza magát, az nekem az nem, mert elmegyek vele sétálni, elkezd esni az eső, és jön le a vakolat, az azért nem egy szép látvány. Hál' Istennek még nem volt ilyen belészem. Kivel jönnék össze? Nicki Minaj vagy Ariana Grande? Nem tudom, mivel tettem meg ki, de a videó előtt megnéztem őket, inkább Ariana-val. És ez az előző kérdéshez is megy, mivel Nicki Minajról, nem tudom, jó ejtem neki, mindegy. Olyan képeket láttam, hogy azért minden lóg róla, kifele, szóval, ja. Miért pont rendőr szeretnék lenni? Hát azért, mert szeretnék embereken segíteni. Bokoly duhat, de kérnék közben. Ajj. És megy hozzám ez a munka szerintem. Szóval, igen. Meg szeretem ezeket a villogós kocsikat, szóval ezek a nagy felépítésű autókat. Majd a biciklimről lesz videó, szóval majd láthatjátok, hogy hogy néz ki. Szerencsétlen mindent elaggattam, szóval majd ja, jön arról is egy videó. Furcsa tulajdonságom. Szerintem nincs. Nincs. Furcsa, hát, hogy esetleg keveset eszek, de hát az se furcsa, mert nem tudom, nagyon keveset eszek. Igen. Amúgy ennyi. És a legvégére hagytam azt, hogy hogyan ismerkedtem meg Vikivel és Bettivel. Hát igazság szerint suliba ismerkedtem meg velük, amikor ilyen csoportülések voltak, és ott szakadtam rajtuk a nevetésem, mert ők ütték, vágták egymást, mint most is, csak már most én velem is. Szóval én folyamatos bántalmazás alatt vagyok. Egyébként úgy komolyabban 2018. 3. hó 3-ától ismerjük úgy jobban egymást, és azóta tart ez a barátság. Ja. Igen. Szóval körülbelül így ismerkedtem meg velük. Meg ugye sokat találkozgattunk, elmentünk mindenhova, bicikliztünk, bementünk a városba, szórakoztunk minden, de nincsen barátság extrákkal, mit tudjam én, mi nem járunk egyikkel, se nem is fogunk, csak barátok is. Így jó, mert sokaktól hallottam már, hogy járok-e a Vikivel, Bettivel, vagy hogy most alakulunk, vagy nem. Alakulunk, mindig alakulunk jobban, mint barátság, de igen, vagy mint testvérek, mert már barátoknak nem is barátok, de hogyha valaki megkérdezi tőlem, akkor testvérek vagyunk, barátok, ja. Nem tudom, elmondtam, mert a videó elején lehet elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy a csatornának lett egy Instagram oldala, a leírásba leteszem, de az előző videómban is megtekinthetitek, szóval igen. Nézzétek meg, és ha tetszett ez a videó, és szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, meg hogyha szeretnétek hallani azt a storytime-ot, amitől rettegek a borzoktól. Szóval igen,
Én Vibecsa, én Csabesz lettem volna. Sziasztok! Evelyn! Ja. Oh!